Kívánok, kedves hallgatóim! Önök az Oltalom Rádiót, a Másként Gondolkodók Rádióját hallgatják, én pedig Herényi Károly vagyok ennek a rádiónak az egyik hangja. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Két hétig nem találkoztunk, ennek egy nagyon egyszerű oka, ahol sikerült összeszednem egy tüdőgyulladásszerű betegséget, amiből hála Istennek már a többé-kevésbé kimásztam, és újra itt vagyok. Szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm ma délelőtti első vendégünket, Zorczer János urat. Szervusz János! Szervusz! János nemrég volt vendégünk a könyv kapcsán, ami Gorbacsovról és az orosz helyzetről írt. Akkor egy órát beszélgettünk erről a könyvről. Ennek a könyvnek az utolsó kiadásának van egy pócíme, ami háború, mert ugye az első kiadást követően Oroszország lerohant a Ukrajnát, és hát nyilván a harmadik kiadásban már ezt nem lehetett kiadni, és ezt beleírtad, hogy tulajdonképpen mi történik Ukrajnában, és nagyjából, hogy mi történik Oroszországban. Ahhoz, hogy az ember megértse, hogy mi történik Oroszországban, ahhoz először meg kell érteni az orosz lelket és az orosz gondolkodásmódot. Én most a hétvégén, hogy ez a Prigozsin-féle történet, ugye hát szájra kapott és bejárta a világot, rengeteg olyan kommentárt és hírmagyarázatot hallottam, ami nekem roppant felszínesnek tűnt. Tehát olyan dolgokra jöttek rá szakértők, amire egy logikusan gondolkodó egyszerű ember is rá tud jönni, na de a dolgok mélyére kéne menni. Miután neked orosz kapcsolataid nagyon régóta vannak, és nagyon mélyen benne, hogy az orosz valóságban és napi kapcsolataid is vannak, hát erről szeretném, ha beszélgetnénk, hogy hogy kell értelmezni ezt a mostani helyzetet. Még annyit előzetesként, hogy te az előző beszélgetés idején megjósoltad, hogy pucs lesz. Mert hogy az orosz történelemnek ez egy olyan járulékos és szükségszerű eleme, ami végigkíséri az újkori orosz történelmet, tehát igazat lett, talán elsőnek te mondtad, hogy ez lesz a végkifejlet. Négy hónappal ezelőtt posztoltam, beszélgetéseken vettem részt, és már márciusban is az volt a véleményem, hogy rövidesen pucs lesz. Ezt mondom annak alapján, hogy ha nézzük a Szovjetunió Oroszország elmúlt 100 évének történetét, akkor ott 9 cár, 9 vezetője volt az országnak, mind a 9-et megpucsolták. Tehát ennek alapján nem nehéz az a következtetés, hogy a jelenleg itt Putyint is megpucsolják, ahogy meg is történt. A puccs elkezdődött, elindult, egészen, hogy mondjam, komoly hullámokat is kavar. Aztán most én nem azt mondom, hogy véget ért, hanem azt mondom, szünetel. Tudnék, ha megnézzük a Gorbacsov elleni 1991-es puccsot, valahol ott is hasonlóan kezdődött, egy, a legjobb barátai döfték hátba. Ez általános dolog, hogy általában a legjobb barátok döfték hátba. Most valami hasonló történt, Putyinnak Prigozsin a szakácsa, barátja, bizalmasa, oligarchája volt. Hátba döfte, elindult ellene, és kinyilvánította országvilág előtt, hogy igen, a hatalom megdöntéséről van szó, szóval még ha ő hivatalosan katonai hatalomról is beszél, tehát mindenkinek világos volt, hogy ez Putyin ellen irányul. Aztán a dolog most szünetel, Gorbacsov ellen is szünetelt 91-ben, akkor 4 hónapig. Viszont a Gorbacsov nekem elmesélte, hogy amikor visszajött a pucs helyszínéről, Foroszból, megérkezett Moszkvába, akkor rögtön az volt a benyomása, hogy ez már egy más város, más ország, más körülmények. És ugyanúgy megérezte azt, hogy többé már nincs hatalom, olyan hatalom a kezében, mint ami korábban volt. És azt is látnia kellett, és látta is, hogy egy harmadik az, aki nevet, ez pedig Jelcin volt, aki szépen kimaradt a puccsból, amikor látta az erőviszonyokat, a
a Gorbacsov oldalára állt, ugyanakkor profitált belőle. Valami most is hasonlóan történik. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a pucs nem ért véget, csak szünete, legalábbis a hatásait tekintve. Vannak ennek egy ilyen pucsnak, vannak rövidtávú, azonnali, meg hosszútávú hatásai. Az biztos, hogy Putyin tekintélyét alapjaiban rengette meg ez a pucs. Putyin meggyengült, a király mesztelen lett, sérthető lett, és ez végtelen nagy szégyen, ez egy becsületbeli kérdés Moszkvában ma. Én tegnap beszéltem Moszkvával, és mindenki, minden ismerősöm azt mondja, hogy ez a vég kezdete. És méghozzá egy olyan vég kezdete, amit szinte napra pontosan ki lehet számolni. A moszkvai elit elégedetlen, az oligarchák elégedetlenek, a kemény vonalasak elégedetlenek, a liberálisok, ha vannak ilyenek, azok már régen elégedetlenek voltak, tehát Putyinnak pillanatilag senki se jó. Nem tud kemény kézzel rendet tartani, ahogy tette Sztálin, és ő a példakép, és nem tud békét se hozni. Tehát változtatni kell, és ez a tény hozza majd el a pucsnak a folytatását és befejezését. Ma olvastam, az amerikai külügyminisztérium is azt mondta, még nem láttok a pucs második felvonását. Tehát akkor a világ értelmesebb fel az várakozó álláspontom van, és nem mond ítéletet, mert nagyon nehéz ebbe a helyzetbe jóslásokba bocsátkozni, de megkerülhetetlen a kérdés, hogyha a Gorbacsov elleni pucs esetében a harmadik, nevető harmadik Jelcin lett a győztese annak a játszmának, hát legalábbis átmenetileg, mert azért nem volt hosszadalmas az ő uralkodás, és nem volt túl sikeres. Ki lehet itt a nevető harmadik? Van-e olyan a te látómeződben, van-e olyan ember, aki most háttérben van, de az új körülmények azok esetleg előhozhatják? Két pozíció van az orosz szovjet társadalomban, ami mindig erős. Egy a hadsereg, kettő a belügyminisztérium, a KGB. Na most valószínű, nagy valószínű, én 4 hónappal is ezelőtt azt mondtam, a pucsot szinte biztosra vettem, a hadsereg fogja elkövetni. 3 hadsereg van ma Oroszországban. Van a reguláris hadsereg, van a Wagner-féle csoport, és vannak a csecsének. A csecsének azok eléggé a háttérbe szorultak, maradt 2. Ez a 2 most az igazi nagy rivális. Ezek már gyakorlatilag lőttek egymásra. Tehát az, amitől most a pucs szünetel, és amiért véleményem szerint Prigozsin visszafordul, az a patriotizmus volt. Gyűlölik mind a ketten már egymást, Putyin kijelentette, vérdíjat tűzött ki a fejére, elfogató parancsot kapott, országvilág előtt kikiabált, hogy meg kell büntetni. De van egy erős dolog, a patriotizmus, ami azt mondja, hogy az mégsem lehet, hogy orosz-orosz ellen harcol, és az ukrán győz. Mert most ez történt volna. Moszkvában elindul egymás ellen a háború, ezt egy pillanat alatt az ukránok kihasználják, és ami nem sikerült az orosz hadseregnek, hogy 3 nap után kitűzték volna az orosz lobogót Kijevbe, az most valószínűleg sikerült volna az ukránoknak, Kremfalaira. Vannak olyan találgatások is, miután Prigozsin a pucs elején hangsúlyozta, hogy nem a kormány ellen, kifejezetten a hadügyminisztérium ellen és a hadügyminiszter ellen megy ez a dolog, pont az előbb említett egymásra való lövöldözés és háborúskodás miatt. Lehet, hogy ez egy előre megbeszélt dolog volt, mert vannak ilyen találgatások a két ember között, Prigozsin és Putyin között, hogy a honvédelmi tárcát gyengítsék, és hogy azt mondják ezek a feltételezések, hogy most Fehér Oroszországból fogja Prigozsin támadni Kijevet. Nem nagyon hiszek ebben, bár sok a tisztázatlan körülmény. Például egy érdekes apróság, hogy ugye szombaton arról volt szó, hogy Prigozsin és csapatai 1,5-2 órányi járásra vannak Moszkvától, és akkor fordultak vissza. Akkor hogy létezik az, hogy 2 órával később Prigozsint
már búcsúztatják Rosztovban, ami 1000 kilométerre van Moszkvától. Tehát lehetséges, hogy ő nem is volt ott a csapatokkal? Az egész hírfolyam az kérdőjelekkel terhelt. Tehát tulajdonképpen semmit nem lehet elhinni, hát mondjuk az orosz hírszolgáltatás, állami hírszolgáltatásra ez egy abszolút jellemző dolog. Ezt a Gorbacsov is elmondta nekem, hogy a Kreml soha nem mond igazat. Ő 100 példát hozott nekem, hogy őt magát, főtitkársága idejében, hogy csapta be a Kreml. Legyen az akár Csernobil esetében, legyen az akár Matthias Ruszt, aki leszállt a Vöröstéren, és sok száz egyéb dologban, mondja a jelentéseket, amit mint elnök, főtitkár minden reggel kapott, az az első 20 oldalon csupa szép és jó dolgot tartalmazott. És nagyon bele kellett lapozni, hogy megtalálja a kritikusabb jelentéseket is. És amikor megkérte, hogy ezt miért csinálják, akkor elmondták neki, hogy ez ilyen bevett szokás a Kremlben évtizedek óta, és az a teória járta, hogy a főtitkárnak rossz a látása, magas a vérnyomása, minek kell idegesíteni őt rossz hírekkel. De ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ott egy háttérhatalom működik. Mert aki ezeket a híreket előállította, és reggelente odarakta az első ember asztalára, azt tudta, hogy ezzel befolyásolja azt az embert. Így van, hát ez tudatosan történt, mindig tudatosan történt, és a Gorbacsovnak nagyon komoly erőfeszítésébe került, még el tudta azt érni, hogy a hírek között azért legyenek valóságosak is, amíg információkat tudott gyűjteni. Például a feleségét küldte le a Rajszát Csernobilba, hogy információkat kapjon. Amikor megkapta a hírt, hogy Csernobil felrobban, akkor másfél óra múlva már hajnalban a Kremlbe összeült. És mit mondott neki a felelős miniszter arra a kérdésre, hogy mi történt Csernobilban? Azt mondta neki, főtitkárártást, nyugodjon meg, igyon egy vodkát, egyen egy jót, aludjon egyet, és reggelre minden véget ér. Na most eltelt x évtized, semmi nem ért véget, és folyamatosan ezt halljuk a Kremlből, ott mindig minden rendben van, minden véget ér, minden megoldódik, minden szép és minden jó. Hát, ha ez csak a Kremlnek a belügye lenne, akkor ezzel tulajdonképpen semmi bajunk nem lenne. Ez a világ ez a világnak egy óriási tehertétel, hogy egy meghatározó hatalom az ilyen módon viselkedik, és ilyen módon gyártja a hamis híreket, és befolyásolja a saját vezetőit. Mire számíthatunk a nyugat viselkedését illetően? Én szerintem idáig nagyon bölcsen, okosan hallgattak. Macron szólalt meg jelentősen, tehát ő jelentette ki, hogy itten azért sokkal nagyobb baj van. De visszatérve arra az esetre, amikor ez a Matthias Ruszt nevű ember, ez még a létező szocializmus idején történt, hogy a Vöröstéren szállt egy sportrepülővel, tehát a világhírű orosz légvédelmet úgy vágta át, ahogy akarta. Nem vágta át, ez az érdekes. Matthias Ruszttal én kétszer is találkoztam, ő 19 éves volt, egy hamburgi fiatalember, aki látva, hogy Gorbacsov milyen... Hányban is volt ez? 87-ben. Látta, hogy a Gorbacsov az egy jó fej, mondta, akkor ő gondolt egyet, bérelek egy kis repülőgépet, és leszállok vele a Vöröstére. Csak mint semmi különösebb szél nem volt, úgy van, úgy, jó kis geg lehet. Bérelt is egy repülőgépet Finnországban, kivette még az üléseket is, minden súlyt, hogy üzemanyag kannákat helyezett be, azon ült ő is, és minél tovább tudjon repülni. Na most nem trükközött ő semmit, mert nem is tudott volna trükközni. 20 radarállomás volt, ha északról nézzük, Szentpétervár és Moszkva között, átrepült mind a 20 radarállomáson, mind a 20 radarállomás észlelte őt. Tehát olyan mese, hogy olyan alacsonyan repült, hogy nem észlelte, nincs. Nem volt igaz, azt mindenki tudta akkor is, ma is világos. Tehát átrepült, de a 20 radarállomás mi történt? Észlelték, nem tudták megállapítani, hogy mi, és ahelyett, hogy cselekedtek volna érdemben, vagy jelentsék, elkezdtek beszélgetni,
És azt a megállapítást tette mindenki, hogy hagyjuk a fenébe, most nem minket hurcoljanak meg, meg mi legyünk ezért a felelősek, majd a következő állomás úgyis meglátja és jelenti. Most ezt tette mind a 20. Senki nem jelentette. Mindenki látta. És a Gorbacsov éppen Berlinbe tárgyalta Honeckerné, amikor kihívták egy tárgyalásról, és elmondták neki, hogy mi történt. Gorbacsov nagyon szépen beszélt, de most nagyon nagyot káromkodott, és ez 3000 katonának, de főleg tisztnek a, hogy mondjam, a mundér becsületébe került, ennyi embert rúgott ki ennek kapcsán. És amikor a börtönből kiengedte őt, Matthias Rusz kapott 4 év börtönbüntetés, 2 év sűrű után kiengedték, akkor azt mondta, hogy legszívesebben kitüntetést adtam volna neki, nem börtönbüntetést, hogy rávezetett, rávilágított engem arra, hogy milyen a hadsereg állapota. Hát az a helyzet, hogy az ilyen egyeduralommal rendelkező vezetők, akiket félreinformálnak, azok tulajdonképpen még el vannak zárva a valóságtól. Tehát ők mindig csak olyan információt kapnak, hogy minden, a világon minden a lehető legnagyobb rendben van, aztán egyszer csak jön egy 19 éves fiatalember, aki azt mondja, hogy balhéból oda megyek és megmutatom, hogy ezt meg lehet csinálni, és megcsinálta egyébként a légvédelemnek a viselkedéshez kísértetiesen emlékeztet Moldova György regényeire, meg rövid írásaira, az elátkozott hivatalra és egyebekre, ahol minden azért történik másképp, mert azt gondolják, hogy majd a másik. Meg majd csak valaki. Nem minket fognak felelősségre, nekünk kell jelentést írni körbeni, majd a másik, igen. Most Gorbacsov pont ezért volt az a vezető, aki hetente legalább 2 alkalommal kiment az emberek közé. Nem csak Moszkva utcáin, utazott az országba. És amikor kiment egy földre, egy mezőre, egy szántóföldre, és ott meglátott egy rossz traktort, akkor fogta az akkóját, levetette és alábújt, és elkezdte javítani, mondva, hogy ezt gyerekkorában csinált. Tehát ő egy ilyen vezető volt, aki élt a néppel, aki ismerte az embereket, akik nem csak a tanácsadóit tudtak informálni, hiszen elmondta, hogy egy olyan birodalmat, mint a Kreml és az egész Szovjetunió, ahhoz legalább 5 millió úgynevezett apparátsik, hivatalnok kell, aki azt irányítsa. Megkérdezték tőle sokszor, de hát miért nem a barátaidat tetted erre a helyre? És erre azt mondta, neked van 5 millió barát. Na most neki se volt. 5-6 ember volt, akiben valamennyire megbízott, abból 3 meg is puccsolta. Egyébként, hogy az emberek közé ment, az igazán nagy államférfiak képesek erre. Churchill tett egy ilyen hasonlót, amikor Anglia veszélybe került, amikor megtámadták, és légitámadás is minden érte Londont, akkor fogta magát, kiszállt az autójából, a miniszterelnöki autójából, fölült a metróra, és elkezdett emberekkel beszélgetni, és megkérdezte, hogy ők hogy gondolják, hogy mit kéne tenni, és úgy cselekedett. Tehát ez óriási bölcsesség kell. Kínába jártam néhány éve, ott egy nagyon magasrangú barátom, aki egy hatalmas Bentley-vel közlekedett egyébként, azt mondja nekem egyszer, hogy gyere, menjünk metrózni. Mondom, metrózni, hát itt a kocsia. Gyere, menjünk metrózni. Jó, elmentünk metrózni. Na nem azért mentünk metrózni, hogy metrózunk, hanem hogy ott az nagy zajban úgy beszélgessünk, hogy ne tudjanak lehallgatni. Egyébként a kiszáll a kocsiából, Washingtonban történt meg egy érdekes kis anekdóta. A Gorbacsov fiatalos látogatáson volt a Reagan elnöknél, és délután 2:00, ugye a protokoll az nem 13 óra 59, nem 2 óra 1 perc, hanem 2 órakor kell találkozni. Gorbacsov elindult, és meglátta a tömeget a Fehérház környékén, sétálnak az emberek. Megállította a konvojt, kiszállt, és 40 percet beszélgetett az emberekkel, ott is. És amikor megérkezett a Reaganhez, akkor a Reagan nagyon-nagyon dühösen, káromkodva mutogatott az órájára. A Gorbacsov sejtette, hogy mi van, de ehelyett azt mondta neki, neked is van órád? Nézd meg, nekem is van. És megkérdezte, hogy hol voltál? És mondta, hogy nem csak azért jöttem Amerikába, hogy veled beszélgessek, kíváncsi vagyok az emberek véleményére. És megálltam és meghallgattam őket. Na most ilyen vezetőből sajnos nincs.
Kevés, és nagyon kevés, igen, hát, főleg ilyen nagy hatalomnak a vezetőjéből végképp nincs, és pont ez okozza a világunknak ezt a hihetetlen feszült helyzetét, hogy a politikusok nem tudnak, nem akarnak, nem őszinték, egyszerűen képtelenek egymással beszélgetni. Amikor 1989. decemberében leült a két világhatalom vezetője, Gorbacsov és Bush, egymással beszélgetni Máltán, akkor a Gorbacsov úgy viszonyult a Bushhoz, az ős ellenséghez, hogy azt mondta neki, vesd le az akót, a tanácsadóink majd kitöltik a hivatalos papírokat, mi pedig barátkozzunk, beszélgessünk. És két óra után ez a két nagyhatalmi vezető, a két ős ellenség, odaállt az 1200 újságíró elé, és bejelentette a hidegháború végét. Meg lehet oldani a világ problémáit két óra alatt is. Hát meg lehet, de visszatérve az orosz lélekhez, ez a fajta attitűd és viselkedés, amit Gorbacsov tanúsított, ez nekünk roppant szimpatikus, de az oroszok nem szerették. Az oroszoknak máig Sztálin a példa. Igen, és Sztálinnak csak pozitívumai vannak, Sztálin képek vannak az egész országban. Hát azért egy negatívumot mondtál neki. Igen, én azt mondom, hogy csak pozitívumai vannak, egy negatívumon kívül, és ezt mindig felhozzák, ha Sztálin szóba kerül, hogy Sztálin 1945-ben megállt Berlinnél. Az óceánig kellett volna mennie, és akkor lett volna itt rend a világban. És most is ez a problémájuk, hogy a birodalom nem óceántól óceánig terjed. Bezzeg Napóleon idején akkor nem álltak meg az orosz határnál, hanem elmentek végig. Hát hazakísérték őt, ők így mondják, hogy hazakísérték, mert a Napóleon meghívta őket Párizsba, hogy pesgőzzenek. No, az előbb beszéltünk arról, hogy ki lehet a nevető harmadik, akkor azt mondtad, hogy két olyan pozíció van, ami mindig nagy esélyt jelent egy ilyen pozíció elnyerésére, az egyik a KGB, a titkosszolgálatok vezetői pozíciója, hát maga Putyin is az volt, tehát az én 30 éves politikai tapasztalatom az, hogy messze a titkosszolgák a legfelkészültebbek. Tehát a politikai elit szereplői közül, mert a második a diplomaták, de a diplomatának egy jelentős része hasonló képzésben részesül, mint a titkosszolgák. Oroszországban még diplomata nem volt vezető, nem volt cár. És hát ugye Putyin sem olyan nagyon véletlenül vagy, nem tudom én, hogy elállítottak 10 titkosszolgálati embert, és akkor a Jelcin rámutatott egyre, hogy neki szép a haja, és akkor ugye nő a cár. Tehát megvan az oka, hogy miért lett, vagy tették őt oda, mert Jelcin sem magától ment el, őt is megkucsolták a háttérbe. Tehát igen, ez a két csoportosulások, akinek lehetősége van egyáltalán a cár közelébe kerülni. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye, hogy a Gorbacsovot is azért tudta a három legjobb barátja elfoglalni, megpucsolni, mert korlátlanul volt a hatalmuk környezetében. Nem is gondolta volna a Gorbacsov, hogy pont tőlük jöhet a szúrás. Most ugyanezt történt, hogy egy olyan hadsereggel állt szembe Putyin, aminek pillanatilag nem tudott volna ellenállni, hogyha jönnek. Vérontás következik, polgárháború, de nem tudott. Ezért Putyin például előző este péntek éjszaka felhívta Tadzsikisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán vezetőit és segítséget kért tőlük. Egyik se adott segítséget, és egyik se mondta azt, hogy indulnak a katonák. Tehát csak, ahogy mondtam, a patriotizmus azt mondatta mind a kettővel, Putyinnal és Prigozsinnal, ne, most nem jó a vérontás. És véleményem szerint, ha Lukasenko valamiben meggyőzte, ha egyáltalán volt szerepe, és valamiben meggyőzte Prigozsint, akkor ebben 20 éve ismerik egymást, hogy figyelj ide, most ne játszunk a tűzzel, ez nem jó, nem megfelelő helyzet, mert a harmadik fog győzni. Megúszhatja ezt Prigozsin? Hát az orosz történelem azt mutatja, hogy általában az ilyen pucsistákkal leszámolnak. Tehát nem hosszú az életük. Hát ő velem már most leszámolnak. Talán nem annyira gyakorlat, hogy eltenni lábbalul.
pontosabban megölni, hanem eltenni úgy valahová, ahol... Na, de ahol... hát szokás, hogy kiesik valaki a szállodablakból, kiesik mindenki. Ezek kiesik nem voltak onnan. Cárok. Ezek kis, voltak. Kisfiúk voltak, hát ezek önnek örüljenek csak. Én úgy gondolom, hogy az a tény is, hogy nem is tudjuk, hogy hol van Prigozsin, állítólag Fehér-Oroszországban. De Putyin se tudjuk, hogy hol van. Putyinról eddig is nagyon lehetett tudni, hiszen 6 embert láttunk mindig egy helyett, és hogy hol, merre mozgott. Ő valahol Moszkvában vagy Oroszországban van, de hogy Prigozsin hol van, azt nagyon nehéz megmondani. Annyi tény talán, hogy a hadseregének néhány száz katonája elkísérte őt Fehér-Oroszországban, hogy őrizetet biztosítsanak neki. De van, aki azt mondja, hogy onnan a következő állomás valahol Afrikában lesz, ahol majd egy ideig élhet, aztán egy kígyó megmarja. Hát a következő kérdés az pedig az, hogy, hogy mi szüksége van egy ilyen nagyhatalomnak, aki katonai nagyhatalom is, mint Oroszország, magánhadseregre. Ráadásul egy Wagner nevű zsoldos hadseregre, és én úgy tudom, hogy a Wagner név az onnan jön, hogy ennek a Prigozsinnak Hitler a példaképe, és Hitler kedvenc zeneszerzője Wagner nem, volt. Nem. Ezt hallottam a magyar médiában. Ez tévedés. A Wagner név onnan jön, hogy Prigozsin és egy barátja ketten alapították a hadsereget, és ennek a barátjának, hiszem ugrjon a neve, neki Wagner volt a kedvenc zeneszerzője, és ő javasolta azt, hogy legyen a csoport neve Wagner. Tehát akkor Hitlernek nincs köze ehhez az elnevezéshez. Ilyen szempontból. De zeneszerzőnek van, hogy miért kell. Nagyon egyszerű a látszat kedvéért. Azért mégiscsak egy demokratikus országnak a hadserege nem avatkozhat be különféle, főleg afrikai vagy egyéb helyeken, az ország belügyeibe, konfliktusokban, lásd Mali, lásd Szíria, lásd Grúzia egyébek. Ez egy magán hadsereg, ahol Putyin nyugodtan felemelheti a kezét, és azt mondja, hogy semmi közön hozzá. Tehát ez a piszkos munkát... Ez egy zsoldos csapat, úgy, mint az idegen légió, ennyi. Tehát a piszkos munka állami helyetti elvégzésére... Ugye a pénz a krempből jön, az világos, hogy egy bizalmi ember a Prigozsin csinálta világos, de hát a szellem most is kiszabadult a palacból. Úgyhogy... Na most legutolsó beszélgetésünkkor azt mondtad, hogy ezeknek a puccsoknak az eredménye az lett, hogy általában rosszabb ember jött, mint akit megpuccsoltak. Tehát nem olyan puccsról van szó, ami pozitív és előre visz, hanem általában visszafelé. Tehát nem a szabadság, hanem a rend iránti szeretet érvényesült, vagy akarat. Igen, nézzük meg Prigozsit. Ugye 20 év börtönbüntetésre ítélték, ebből 9-et leült. Tehát ő egy gyakorlatilag egy tényleg egy professzionális rab, csirkefogó bűnöző. Meg hát rabló, azt hiszem, hogy rablás éve. Igen, ez az egyik. Kettő, a hadserege a világ legnagyobb háborús bűncselekményeit hajtotta végre. Az ő katonái voltak azok, akik egy bicskával, egy rozsdás bicskával vágtak le egy katona, egy kárpátaljai magyar katona fejét. Tehát ők mindenféle szörnyűségekre képesek. Na most ő sem azért akarta megpucsolni a hadsereget vagy Putyint, mert ők azok túl brutálisak, hanem azért, mert túl puha kezűek. És megint a populizmus lovagolta meg a kisembert, hogy miért harcolt meg Putyinért, meg az oligarcháért, hal meg a hazáért, érte? Tehát a kisemberre játszott, és például én láttam a német televízióban felvételeket, hogy amikor őt szombat este Rostovból búcsúztatták, akkor mindegy filmsztárt ünnepelték. Úgy vették őt körül, és úgy éjjelezték. Tehát ő végtelenül népszerű lett pillanatok alatt. Állítólag a katonái nagyon-nagyon szeretik. A kisember üdvözölte mindenit. Nekem egy barátom Moszkvából azt mondta, jöjjön már, vodkával várjuk. Nagyon-nagyon érdekes az orosz népűek, és nagyon nehéz megértenünk, hogy miért van ez a ragaszkodás a hatalomhoz és a felsőbb erőkhöz és az irányításhoz.
Milyen világpolitikai hatásaira számíthatunk ennek a pucsnak és Putyin meggyengülésének? Az előbb mondtam, hogy Macron volt az, aki nyilatkozott ebbe az ügybe, a többiek a bölcsesség látszatát keltve, vagy lehet, hogy bölcsen, de hallgatnak. Mi lehet ennek a végkimenetele? Én a nagy-nagy összeborulása, 90-es évek nagy összeborulása kelet-nyugat között, én remélek most egy kiózanodást, amiből a NATO, a nyugat tudomásul veszi, hogy az oroszok veszélyesek, kiszámíthatatlanok. Ahogy 350 év alatt 20 évig nem tudtak nyugodtan maradni, és háborút kezdtek 20 évente mindig, most is ez történt. Mert sokan azt mondják, hogy minek a NATO, minek a NATO. Hát most bebizonyosodni, hogy minek a NATO. Ha nincs ha ez a varsói szerződés, minek a NATO. Ezért. Hogy tudjunk védekezni. Véleményem szerint, ha nem lenne NATO, ma is nem segítene a NATO, akkor az oroszok már nem csak Budapesten, de lehet Berlinben és Párizsban és a Svájcban lennének. Tehát ez lehet számomra, úgy gondolom, a legnagyobb tanulság a világ számára és a csoppa. Oda kell figyelni, az orosz kiszámíthatatlan, az Oroszországban ismétli a történelem magát, ha csak a 100 évet nézzük, és gyakorlatilag nem lehet bízni és hinni. Mert lehet, hogy a Krem ura Gorbacsov, vagy éppen Sztálin, de a háttérben a hatalom az mindig olyan kezekben maradt, akik nem képesek beletörődni abba, hogy Oroszország nem a világ első számú vezetője. Na most ez egy nagyon pozitív kép, és abszolút egyetértek vele, amit te mondtál. De vajon a magyar kormányfő is be fog állni ebbe a sorba, hiszen egyedülként kilóg. Tehát ő az, aki tulajdonképpen kettős ügynöknek tekinthető, és Putyin rejtett ügynöki feladatait látja az Európai Unióba, a NATO-ba. Ma van a varsói négyeknek Pozsonyban egy csúcs találkozója. Hát nagyon kíváncsi lennék az ottani hangulatra, ami nyilván nem fog megjelenni a magyar sajtóban, hogy ott milyen fogadtatásban lesz része Orbán Viktornak, de várható-e, hogy Orbán Viktor magatartása vagy hozzáállása is megváltozik az orosz kapcsolatok vonatkozásába, vagy valami olyan erős függelmi viszony alakult ki, ami őt az utolsó csatlósként, mert ez egy ismert történelmi kifejezés, sajnos negatív értelemben a mi történelmünkből, utolsó csatlósként fog kitartani Putyin mellett. Nem várható. Amíg Putyin a Krem ura, addig... Tehát addig kitart. Addig kitart, ki kell tartani, addig nem lehet másfelé nézni. Aztán utána mi történik? Nem tudom, de attól tartok, hogy a Kremben azért öröklődnek a dolgok, és főleg a második, harmadik vonalban, a háttérhatalomban öröklődnek a dolgok. És azt a moszkvaiak is tudják, hogy a hatalmat legjobban két dologgal lehet biztosítani, egy jó páncélszekrénnyel és egy jó belügyminiszterrel. És nem tudni, hogy abban a páncélszekrényben kiről mi van írva. Se Budapesten, se Moszkvában. Tehát én nem nagyon hiszek ebben, hogy komoly változás történhet, bár a környezetéből tegnap az egyik SMS-emre és az egyik posztomra, amiben azt jósoltam, hogy este már Moszkvában pezsgőt bontanak, azt válaszolták, hogy túl hamar ittatok a medve bőrére. Hát én mondtam, hogy ez csak idő kérdése lesz, de valószínű, hogy itt ezt nem szeretnék, hogy megbekövetkezzen, nem szeretnék elérni se. És most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a helyzet, mi történik Pozsonyban, hiszen Pozsonyban egy olyan miniszterelnök van, aki egyrészt nem szereti Putyint, nem szereti Orbán Viktort, és olyan miniszterek vannak, kettőt ismerek, az egyik a legjobb barátomnak a fia is, hogy nem hiszem, hogy tárt karokkal fogadnák azt, ha azt mondaná, hogy no szankció. Mint felvidéki ember, én is az vagyok, mert az én szüleim, nagyszüleim is felvidékről jönnek. Mit szólsz ahhoz, hogy esélyt kapott egy magyar származású, szerintem roppant tehetséges ember arra, hogy
Szlovákia miniszterelnöke legyen. Úgy, hogy se róla, se a barátom fiáról, a Balik Petiről nem tudták azt, hogy magyar. Tehát nem egy magyar kapott esélyt, hanem egy magyar volt olyan sikeres, jó szakember, hogy őt választották. A Csaputová, a szlovák elnökasszony, már amikor kiszemelte őt és magához hívatta, ott súgták meg neki, hogy ő egy magyar származású, meg is kérdezte tőle, de mondta, hogy annál jobb. Színesebb lesz a kép. Színesebb lesz a kép, igen. És milyen érdekes, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány, meg a magyar külügyminiszter, az egyáltalán nem újjog. És nem rajong azért, hogy egy szomszédos ország miniszterelnöke az a kisebbségi magyarság nem. Egyik jeles embere. Ők se rajongana Orbán Viktorért. Nagyon érdekesen alakulnak itt a hatalmi játszmák. Tehát, hogy kinek mi a pillanatnyi érdeke, ugye? Én úgy látom, hogy az utóbbi százesztendőben kevesen ártottak többet a határokon túli magyarságnak és az összmagyarságnak, mint Orbán Viktor és kormánya. Összevesztünk az összes környező országgal, elveszítettük minden pozíciókat, és egyedüli lehetősége a határon túli magyaroknak az érvényesülése az tulajdonképpen az Európai Uniós tagság, az Európai Uniós polgárság, hiszen az olyan státusz biztosít nekik, amilyet a magyar kormány önmagából soha nem tudott volna. Hadd dicsekedjem, nem hiszem, hogy rajtam kívül van még olyan magyar értelmiségi, aki az elmúlt egy-másfél évben több helyszínen lett volna a Kárpát-medencében, mint én. Akár a könyvet bemutatója. Hát a könyvem bemutatója kapcsán több mint 500 helyre jutottam el, a legkisebb falutól a legnagyobbig, és a Székelyföldön, Erdély egyéb területein, a Vajdaságban, Kárpátalján, Szlovákiában, mindenütt. És mindig ilyenkor az egyszerű kis ember jön el, és velük beszélgetek, és mindig-mindig oda lyukadunk ki, hogy miért gondolja Orbán Viktor, hogy minket pénzzel meg lehet venni. Adja az iskolát, a templomot, az óvodát, fizet mindenért. Stadiont épít. Stadiont épít, és a legtöbb helyen, sőt, már azt látom, hogy Székelyföldön is úgy értékeli, hogy mi nem vagyunk eladók, minket nem vehet meg. Hát ez a magyar mentalitásból következik. Tehát gondolhatjuk, hogy mi közel vagyunk az oroszokhoz, és hogy a magyar mentalitás is a rend helyett inkább az erőskezű vezetőt, illetve a rend mellett az erőskezű vezetőt vágyja, és a szabadság nem olyan fontos neki, na, de hát ezek a határon túli, tehát az idegen létbe edződött magyarok, azok nagyon keményen, nagy öntudattal gondolkodnak saját magukról és a saját helyzetükről. Tehát ez egy gyönyörű mondat, hogy nem, miért gondolja, hogy minket pénzzel meg lehet vásárolni? Főleg ugye a felvidéken, ami nagyon-nagyon közel van. Egy Komárom, ahol csak egy hidon kell átjönni. Párkány, ahol csak 100 métert kell megtenni. Rengeteg embernek a családja, gyereke, hozzátartozója itt pontosan ismeri a magyar viszonyokat. És útkor egy nő Párkányban azt mondja nekem, mi a fenér van az, hogy ide nekünk óvodát tesznek, iskolát tesznek, focistadion tesznek, holott gyerek sincs elég, kórházban, mindenütt van pénz. Ugyanakkor a lányom Pesten meg nem tud elmenni egy vérvételre, mert időpontot kell kérni, és így tovább, és így tovább. Tehát látják a különbséget. Az egyik barátom azt meséli nekem, orvos, nagy kürtösül, hogy ott minden szlovák orvos hirtelenjében magyarnak nyilvánította magát, hogy pályázni tudjon, és a legkülönbözőbb gépeket, felrendezéseket kapták meg. Aztán most, hogy már megvan, újra szlovákok lettek. De magyarul nem tudnak. Hát, hadd mondjak el egy történetet, ami ilyen családi történet, hogy a szlovák és a magyar viszonyról. Az én nagyapám az egy nagyon nagy darab erős kovács ember volt. Aztán elvitték 1914-ben fiatalon, elvitték az első világháborúba, katona, utász volt. Aztán ellőtték a lábát, a térdét, és aztán többször kellett amputálni a lábát, mert ott mindig tovább üszkösödött, a végén hazajött falábbal. De már, amikor még a háborúnak nem volt vége, és őt hazahozták, akkor már kapott egy kiképzést,
különféle mezőgazdasági gépekre, és kapott egy mezőgazdasági gépet is, egy ilyen cséprőgépet, hogy azzal, abból próbálj megélni. Na, az én nagypapám ugye kovács volt és szerette a szakmáját, bement a kovács műhelybe, fölemelt egy nagy darab vasat, és recs, eltört a lába. Pont ebben az időben, 1922 volt, 1922-ben Rimaszombatba laktanyát építettek, és meghirdették a laktanyának a kantinját, tehát a vendéglátó részét, ahova jártak inni a katonák, azt meghirdették, hogy azt ki lehet bérelni. És az én nagypapámhoz jelentkezett, és ő, amikor a szlovák előjáró kihirdette az eredményt, akkor azt mondta, hogy uraim és hölgyeim, öten pályáztak, négy derék és becsületes szlovák ember és egy magyar ember. A négy derék és becsületes szlovák embernek megvan mind a két lába és mind a két keze, a becsületes magyar embernek az egyik lába hiányzik, a háborúba veszítette el, ő a legérdemesebb erre, és megnyerte a nagyapám ezt a pályázatot. Tehát ilyenekről nem beszélünk, hogy azért ott nem volt olyan embertelen a viszony, mint ahogy ezt felfesteni próbálják, hogy az én apám például, ő Kassán járt a második bécsi döntés idején, Kassán járt ipariskolába, vagy főiskolára, és azt mondja, hogy ez borzasztó volt, amikor a magyarok bejöttek. Tehát azok sokkal keményebben és sokkal megalázóbb módon viselkedtek a hivatalokba, a magyarokkal is, lekommunistázták őket, hogy ti együttműködtetek a szlovákokkal, miért fogadtátok el a szlovák fennhatóságot. Tehát olyan feltáratlan részei ezek a történelemnek, amit lehet, hogy csak ilyen családi legendáriumokból tudunk úgy összeállítani, hogy mi is volt a valóság. Csak egy apró történet, én Ipolyság mellett születtem, Ipolyság 38-ban visszakerült Magyarországhoz, és apám mesélte, hogy a híres kakastollas csendőrök, amikor végigmentek az utcán, és egy szlovák nem köszönt magyarul, akkor megállították és hülyére verték. És hiába mondták, hogy hát ez nem tud magyarul, nem magyar, nem baj, tanuljon meg. Hát az én apám meg azt mesélte, hogy amikor hivatalba kellett bemenni, és ott már akkor magyar előjára volt, akkor ötször kiküldte a megszólítás miatt. Jöjjön vissza, és mondja végig, hogy ki vagyok, és hogy kell engem köszönteni. Tehát úgy megalázták az ottani a felvidéki magyar, az őslakos felvidéki magyarokat, hogy egészen, tehát ezt soha nem tudta feldolgozni, soha nem tudta megbocsátani. Én ott éltem több mint 30 évet, tehát tudom, azt a kis ember között soha nem volt probléma. A problémát a nemzetiségek között nem az egyik szomszéd a másikkal csinálja. Azt a politika gerjeszti önös hatalmi érdekből, de térjünk vissza, mert egy roppant érdekes dolgot mondtál. A hatalomhoz Oroszországban két dolog szükségeltetik, egy páncélszekrény, meg egy jó belügyminiszter. Na, mi minden lehet a páncélszekrényben? Nem csak Oroszországban szeretném hozzátenni. Igen, ez egy általános jelenség. Ezt én azért mondom, mert ennek a függelmi viszonynak, amiben Orbán egyedül van a világon, annak mindenki keresi az okát, én is kerestem. Tizenvalahány évvel ezelőtt én egyszer írtam egy cikket, az volt a címe, a harmadik címe volt a Valami történt, ez egy Joseph Heller regénynek a címe, ugye, ami feltételez, hogy valami, tehát egyetlen újság sem merte lehozni. Az ötlet az onnan adódott, hogy Németh Miklóssal megjelent egy, Németh Miklósnak megjelent egy önéletrajzi könyve, és a könyvbemutató kapcsán interjúkat készítettek vele, az egyik interjú közben megkérdezték, hogy és mi a helyzet a titkosszolgálati anyagokkal? Miért nem akarják ezt nyilván? Hol lehet ennek? Azt mondta Németh Miklós, hát ha valakit nagyon érdekel, az menjen el Moszkvába, az ottani KGB központba, mert 1990 áprilisáig minden valamivel való iratot, vagy eredetibe, vagy másolatba, azt elvitték oda. Tehát ez a KGB irattárába benne van. Hát ott lehetnek esetleg olyan irományok, hiszen tudjuk, hogy Orbán Viktor sem volt érintetlen, most tök mindegy, hogy mit csinál, de őt a katonai szolgálat idején beszervezték. Aztán már csak olyan dokumentumok találhatók a magyar titkosszolgálati levéltárban vagy irattárban, hogy kísérletet tettek a beszervezésére.
Hát nem minden jel arra mutat, hogy ez csak kísérlet volt a beszervezésre. Elképzelhető, hogy valami olyan iromány van róla ott Putyinék birtokában, ami neki nem használna, ha nyilvánosságra kerülne. Azért nem tettem föl kérdésnek, ez olyan kérdés, hogy inkább olyan kényes kérdés, hogy inkább én mondom. Igen, de én visszakérdezek, nem tudom, hogy mi van ott, van-e valami. De azt kérdezem, hogy ma vajon az a 3 millió ember, aki rászavazott, ha előkerülne egy olyan iromány, hogy Orbán Viktor KGB-nek jelent, nagyon érdekelni őket? Én szerintem már abszolút nem, viszont lehet, hogy azokat érdekelni, akik nem rászavaztak. Tehát azoknak fontos lenne. Egyébként hát hemzseg, hát a magyar közélet hemzseg az ilyen emberektől. Hát van olyan államtitkár, vagy most már nem az, de belügyminisztériumi államtitkár, aki hát abszolút benne volt ebbe az egész titkosszolgálati történetbe. Szita Károly, Kaposvár, jelenleg is üzemelő polgármestere, hát még a nevét is tudjuk, hát a saját testvére esküvőjéről is jelentett, tehát abszolút nem volt építve. Úgy néz ki, hogy ez ilyen most már bocsánatos bűn. Meg még, igen, de felteszek még egy kérdést. Vajon amikor Orbán Viktor kiskatona volt, mi a fenét tudott volna jelenteni, ami ma, vagy akkor is olyan nagy dolog lett volna, annyira érdekes lett volna, akár bármelyik hatalomnak, mit? Én azt nem tudom, de itt nem is. Valószínű, de... Mint ahogy a legtöbb besúgó mit tudott jelenteni, az, hogy Herényi Karcsi kisollóval vágja a körmét, vagy baltával, vagy nem tudom, mivel. Mi volt abban a világban olyan? Kolbászt teszel, vagy szalámit? Nem a jelentés volt itt a lényeg, hanem a beszervezettség. És igen, értem én, csak most a nagy politikában, a nagy dolgok tükrében az a kérdésem, hogy vajon mi lehet az? És miért ragaszkodunk ahhoz, hogy a múltban jelentett valamit? Miért nem lépünk tovább? És miért nem nézzük meg, hogy esetleg tegnap jelentette valamit? De sokkal érdekesebb. Hát ez a lényeg. Ezek a kapcsolatok nem tudnak megszűnni. Tehát ez nem úgy megy. Na jó, de... A számunkérés nem azért lehet, ami 20 éve történt, hanem ami tegnap történt. Vagy például az is egy kérdés, hogy mondjuk bankszámlamásolatok, vagy egyéb jelentések, mert ha egy kofferbe is átadnak valahol pénzt, egy jelentés arról is íródik és születik. Tehát sok minden lehet egy ilyen szépben. És inkább én nem az egyszerű kiskatona mit jelentett, hogy hány sört csempészett be a szolgálatba, az érdekes, hanem mi történik ma. Hát ezek a megoldatlan és felderíthetetlen ügyek, mert hát ebbe a büdös életben nem lesz tiszta kép. Tehát ez egy olyan folyamat, Antal mondta, hogy nem az a baj, hogy valakit beszerveztek, mert nem tudjuk, hogy miért, mivel fogták meg, nem tudjuk. Megzsarolták, kész, nem volt más választása. Az a lényeg, hogy mondja meg, hogy ez megtörtént, mert ha ezt nem mondja meg, akkor zsarolható. És itt jön a folytonosság, hogy onnan nem lehet felmondással kilépni. Az nem olyan, mint egy munkahely, hogy na gyerekek, szevasztok, akkor mától nem tényleg, akkor figyelj, ez fog történni, gondold át, és akkor átgondolja. Vagy miért nem gondolunk egy olyan eshetőségre is, kicsi a valószínűsége, de van, hogy meggyőződésből teszi. Nézzük meg a 10-15 évvel ezelőtti kijelentéseit, amiket egyáltalán a demokráciáról, a nyugatról, az oroszokról tett. És ma a liberálisból illiberális lett. És ez úgy gondolom, hogy meggyőződésből lett az. Mert ő a mai világot ilyennek látja, ilyennek képzeli. Na hát ebben az említett cikkben én azt találtam írni, hogy ő már abban a korban volt, hogy amikor ez a dolog történt, hogy bevezette az illiberalizmust, hogy akkor már nincsenek olyan hormonális változások, ami az ember mentális állapotát ilyen mértékben befolyásolta volna, hogy hát hirtelen, ugye, hát nem mondom, hogy keresztény üldöző volt, de azért
a parlamentben elmondta, hogy térdre csuhások ugye ott a kereszténydemokratáknak, ma pedig hát ő a legvallásosabb magyarnak tekinthető ember. Igen, hogy... na most ha megengeded, ebbe is visszatérnék egy kicsit Gorbacsovhoz. Én végigkövettem az életét gyerekkorától haláláig szinte. Elmentem a szülőfalujába, beszéltem azokkal az emberekkel, akikkel együtt gyerekeskedett. És így tovább végigjártam minden állomását, egészen a Fehérházig, hogy beszéltem a Bush elnökkel, akivel a világpolitikát csináltam. És egy dolog nagyon fontos volt, hogy következetesen építkezett föl arra az útra. A halála napjáig 90 évesen se volt kommunista gyűlölő, hanem azt mondta, Leninnek is volt sok jó ötlete. A kommunizmusnak van sok jó tétele. Az más kérdés, hogy soha nem valósították meg, hogy ebből soha nem lett az, aminek lenni kellett volna. De egy következetesen baloldali, nagyon emberpárti, emberszerető, békeszerető politikus volt. És nem volt soha semmiben köpönyekforgató. És ez az, ami az egyenességét, a kikezdhetetlenségét is bizonyította. Csak egy apró kis példa, hogy ugye a Gorbacsov 1990-ben, amikor megtörtént a német újraegyesítés, akkor 20 milliárd márkát kapott Németországtól, 5 milliárdat az asztal alatt Bush elnöktől. Pontosabban nem ő, hanem a Szovjetunió. Tehát ez 25 milliárd. Akkor is nagy pénz volt, ma is az. És egyszer ültünk együtt a Kohl-kancellárral és Gorbacsovval, jó volt a hangulat, és hát mi mindig szerettünk csipkelődni, viccelődni, ércelődni, és mondom neki, hogy mondd már most meg, hogy itt van a Kohl is, hogy annak idején a 25 milliárdból mennyit tettél zsebre. Ugye értette a viccet, ugyanakkor mégis annyira sértő volt neki, annyira rosszul esett neki, hogy ott felállt az asztaltól, és elkezdte ütögetni, és kikérte magának, hogy képzelünk ilyet? Hogy lehet még ilyet viccként is felhozni? Ő a Szovjetunió elnöke volt. Ő egy politikus, nem egy tolvaj. Ő nem. Na most igen. Tavaly, amikor meghalt 92 évesen, se háza, se autója, se mobiltelefonja. Talán a világ legcsóróbb embereként halt. Hát, megint eltelt közel egy óránk. Nagyon sok mindenről beszélgettünk. Kedves Zoltán János, nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. De egy csomó dologról még mindig nem volt idő szót ejteni, mert azért ez egy nagyon összetett és nagyon komplex kérdéskör és problémakör, úgyhogy megköszönve a részvételedet, a kedves hallgatóknak a figyelmet, szeretném bírni az ígéretedet, hogy valamikor a közeljövőben folytathatjuk ezt a beszélgetést, különösen annak fényében, hogy várjuk a történést. Igen, és gondolom lesz is miről, hiszen a pucs szünetel és folytatódik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Minden jót, viszont hallásra! Viszont hallásra! Határa látható innen, határa látható.